115 önkormányzati bérlakás ügyét tárgyalta a Szekszárdi Közgyűlés Szociális Bizottsága. A város tulajdonában levő ingatlanok bérlői 93 esetben minden számlát rendesen fizetnek, így náluk nem volt kérdés a hosszabbítás. 19 lakó viszont jelentős, gyakran több százezer forintot meghaladó rezsi és albérleti tartozást halmozott fel. Nekik jó hír, hogy egyelőre ők is maradhatnak az ingatlanokban, a bizottság viszont azt kéri tőlük, 6 hónapon belül rendezzék a hátralékukat. Egy darab olyan szerződés volt, ahol sajnos a lakók közösség életében nem tudott beilleszkedni a kiutalt bérlő, így ott fel kellett mondanunk a szerződést, illetve tartozásokat is halmozott fel. A tagok most arról is egyeztettek, miként biztosítják Szekszárdon a bölcsödéskorú kisgyerekek nyári nappali felügyeletét. Július 27-e és augusztus 4-e között a bölcsöde egy részleges zárvatartást fog eszközölni. Ez alatt az időszak alatt felújítási karbantartási munkálatok kerülnek elvégzésre. Ügyeleti rendszerben, vagyis összevont csoportokban viszont ekkor is fogadják azokat a gyerekeket, akiknek a szülei például dolgoznak. A következő 2 nyári hét során, vagyis augusztus 17-ig pedig a 2-es számú bölcsőde dolgozói vállalták ugyanezt a feladatot. A Szekszárdi Szociális Bizottság a tervek szerint még e hónapban, februárban ülésezik legközelebb.